Az Úr szava viszeken kiáltja mondván, gyertek mindnyájan, vegyétek a megjelenő Krisztus lelkét. Gyakran gyönyörködünk a város közepén kanyargó szőke folyóban, illetve használjuk kikapcsolódásra, sportolásra, de sokszor megfeledkezünk arról, hogy mennyire fontos valójában. A víz ugyanis az élet, hangsúlyozta Kocsis Fülöp. Az őseink jobban tudták, hogy mit jelent a természet, az anyag, a víz. Most a gyerekeknek magyaráznom kell, hogy mit jelent a víz, mert legfeljebb a csapot megnyitja, és akkor folyik, akkor találkozik vele. És akartam is, hogy jöjjünk le ide a Tiszára. Lehet, hogy egyébként is néha lejönnek rosszalkadni a Tisza partjára, de nincs az a szellemi találkozás a vízzel, amely megérdemelné, amely megilletné az anyagot, azt a teremtett világot, amit az Isten nekünk adott. Január 6-a vízkereszt napja, Jézus megkeresztelkedésének, Isten megjelenésének ünnepe. Ezen a napon korábban az élővizeket is megszentelték. A görög katolikus egyház ezt a hagyományt 4 éve élesztette fel Szolnokon. De tehát, ember szerető király, jár most is a te szent lelked lejövetele által, és szenteld meg ezt a vizet. A vízszentelést a élő vizeknél végezték régebben is. Sokszor volt, hogy nagy hordóba, tartókban vitték be a templomba, mert hát ott is aztán mindenki vitte magával a szentelt vizet a házakhoz, de nagyon lényeges ez, hogy legyen találkozásunk az élő vízzel, és úgy érzékeltem azért, hogy a gyerekek kicsit meghökkenve, néha csodálkozva, néha kuncogva, de azért mindenképpen mély élmény maradt bennük, hogy részt vehettek most ezen a vízszentelésen, és hát a megszentelt Tisza vizéből, most mint szentelt vízből aztán merítettünk és viszünk az otthonokba is. A szentelt víz az Isten áldását hordozza, közvetíti, és ezáltal elmélyül életünkben az üzenet, hogy nélküle nincs élet, tette hozzá a püspök.